Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Megszámolni sem tudom, hogy hány természeti jelenség demonstrációját láttam, vagy csináltam én magam is az elmúlt több mint 10 évben. Volt olyan, ami azért fogott meg ezek közül, mert hogy egész egyszerű hozzávalókból hozott ki elképesztően meglepő dolgokat. Volt olyan, amihez sok előkészület vagy nehezen beszerezhető anyagok kellettek, de a látvány kárpótolt a maceráért. És volt olyan is, ami azért nyűgözött le, mert bár a jelenség jól ismert, de azt egy egészen újszerű megközelítésben tálalta valaki. A múlt héten viszont egy Cseh Science Center a Vida foglalkozásán jártam Ljubljanában, és az állam esett le. Mert hogy egy olyan jelenséget mutattak be, amihez szinte semmi befektetésre nincs szükség, és elképesztően látványos. Az, hogy a tonikban lévő kinin UV hatására látható fényt bocsát ki, szinte már közhely. Az optikai fejhérítő hatású mosószerek sem igazán hoznak már lázba. És egy ilyen közegben már a luminolos kísérletek is kezdenek egy kicsit elcsépelté válni. Ők viszont egy olyan fluoreszcens anyagra világítottak rá, értitek, rávilágítottak, szó szerint, amely szerintem Magyarország bármelyik településén néhány perces sétával könnyen elérhető. Akik követik a saját nevem alatt futó másik csatornámat, azok már láthatták, hogy a legutóbbi videóban ott már elspoilereztem, hogy a vadgesztenyében van egy esculin nevű glikozid, ami UV hatására fluoreszkál. Ezzel a tulajdonságával pedig nincs egyedül a kumarin származékok között. Ezeket az anyagokat előszeretettel használják a faiparban, textiliparban, vagy akár a mosószerekben is optikai fehérítő anyagként. Ennek a demonstrációnak a szempontjából viszont, ami minket igazán érdekel, az az, hogy az esculint kinyerni konkrétan nagyon egyszerű. Egyszerűen le kell kaparni egy keveset a kéregből, és beleszórni sima csapvízbe. Ezután elő kell venni egy UVA fényforrást, ami lehet egy bankjegyvizsgáló, lehet a játékboltokban kapott, láthatatlan tintához adott UV-led, vagy akár egy szoláriumba is bemehettek, majd be kell kapcsolni ezen lámpák valamelyikét, és nézni, ahogy a 350 nanométer körüli hullámhosszú elektromágneses sugárzás gerjeszti az esculin molekulákat, hogy aztán alapállapotba visszakerülve látható tartományba eső fényt bocsássanak ki. Igen, ez a fluoreszencia lényege. Ezt a képet most itt hagyom nektek. Lehet simán abban gyönyörködni, hogy milyen jól néz ki ez a jelenség, vagy el lehet gondolkodni azon, hogy mi mindenre lehetne felhasználni. Látványosabb így a diffúziót vagy a Brown mozgást szemléltetni? Netán házi feladatként megnéznétek, mi történik akkor, ha különböző színű lézerrel világítotok a gesztenye kivonatba? Ha van tippetek, mi történne, írjátok meg, meg azt is, hogy mi mindenre használnátok fel ezt a jelenséget. Minden esetre a gesztenyefákat kíméljétek azzal, hogy nem töritek, hanem mindig metszólóval vágjátok az ágakat. A szemeteket pedig azzal, hogy az UV lámpához mindig felvesztek védőszemüveget. Ez volt a Szertár mostani webizódja. Sziasztok!